Zsirai Kata, ifjú tehetséges borász, a zsirai pincészetnek pedig nem csak a tokai borvidéken, de Somlón és Villányban is vannak területei. Ebben a mai műsorban összekapcsolódunk online Katával, és a borászt az idei szüret tapasztalatairól kérdezem, faggatom. Tartsatok velünk! Palancsa Laci vagyok, a borvlogger, ez pedig a dugóhúzó, természetesen tele boros tartalmakkal. Hogyha a borok világára nyitott vagy és az információkra a borokkal kapcsolatban, akkor itt jó helyen jársz. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, és ha teheted, kapcsold be az értesítéseket is. Egészségünkre! És szeretettel köszöntelek, Kata, így online, és arra gondoltam, hogy egy kis találós kérdéssel kezdem. Nem tudom, szereted-e a kvízjátékokat, kérdéseket? Hogy állsz ezzel? Hát általában béna vagyok benne, de igyekszem jól teljesíteni, úgyhogy jöhet. Nem lesz nagyon nehéz. Egy borról szeretnélek megkérdezni, hogy szerinted mi lehet a poharamban, de adok segítséget, jó? Ez egy olyan borvidékről jön, ahol ti is tevékenykedtek. Egy olyan ismerősünk, közös ismerősünk készítette, akit ugye mind a ketten ismerünk, borász, és ennek a borvidéknek ez egy ikonikus bora, szinte csak ott találkozhatunk ezzel a fajtával. Mi lehet szerinted a pohara? Nagyon remélem, hogy egy somlói juhfarkot iszol. Így van, ez egy somlói juhfark, Tomcsányi Árpitól, úgyhogy nagyon-nagyon ügyes vagy, hát gratulálok, gratulálok. No, de térjünk rá a zsirai pincészetre, Kata. Milyen a szüret? Még zajlik, és mi volt eddig? Mesélj nekünk erről. Na hát, ugye három borvidéken még zajlik, mármint, hogy összességében még nem hagytuk abba. Egyébként Villányba befejeztük múlt héten, hál' Istennek, az nagyon szépen sikerült, tök jó minden. Somlón nem sikerült mindent még leszedni, de a juhfark például teljesen kierjedt. Nem tudom, mi történt vele, de nagyon gyorsan csinálta, amit csinált. És nálunk igazából, amit szárazbornak szerettünk volna itt Tokajban, az már hordókban, tartályban van, de elég sok helyen elindult a szusladási folyamat, úgyhogy ebben a reményben mi rengeteg szőlőt kint hagytunk. De hát most jött egy-egy hetes eső, úgyhogy most meg itt várakozó pozícióba kerültünk. A botrytis esedés szempontjából eddig ideális volt az idő az eső előtt? Igazából igen, meg rengeteg volt a botrytis-es szőlőszem. Tudtunk azt is válogatni már többször. Igazából az volt a baj, hogy kevés idő volt arra, hogy szépen kiszáradjon. Úgyhogy valamennyit lehetett, de még rengeteg volt benne, ami szépen elindult, meg úgy lett is volna belőle. Most az eső, tudom, mit fog okozni, de ez nagyon sok volt. Kata, ha jól értem, akkor gyakorlatilag így fázisonként szeditek az aszuszemes fürtöket? Tehát tolva időben így kell ezt elképzelni? Igazából ez úgy működik, hogy ha találunk olyan mennyiséget, meg olyan minőséget, akkor mi elkezdjük leszedni. Ez teljesen mindegy, hogy milyen időszak van, amikor már szeptember végén ezt sikerül elindítani. Ugye egyrészt ezzel már lemented azt, ami szépen kiszáradt és magas cukortartalommal rendelkezik. Másrészt, mivel ez ugye kézzel történik, és mindent kiszemezgetnek a nénik a fürtökből, ugye elősegítik azt, hogy tovább viszik a botrytiszt a fürtön belül, tehát generálsz egy újabb fajta aszusodási programot. Úgyhogy igazából, ha tök jó az idő, tehát a minden tökéletes, ami persze ritka, de ha minden tökéletes, akkor ilyen 2-3 hetente lehet újra és újra kimenni, és a már kiszáradt, szép, magas cukortartalma aszuszemeket kiválogatni. Mi a helyzet a mennyiséggel a 2020-as évben? Őszintén szerintem most nagyon kevés volt a mennyiség. Egyrészt nagyon csapadékos, meg hideg volt a nyár is. Úgyhogy, vagyis itt Tokajban és Somlón azért többször előfordult betegség, ami ellen nagyon nehéz volt védekezni, rengeteget kellett permetezni, illetve nagyon oda kellett figyelni a zöld munkára, és még így is volt azért hiba. Tehát alapból kevés volt a termés is, plusz azt a kevés termést, azt muszáj volt leválogatni, hogy tényleg csak az egészséges fürtök maradjanak, úgyhogy alapból szerintem kevesebb, mint mondjuk tavaly. De az biztos, hogy kevesebb, mint 2018-ban. Viszont ezek szerint a minőséggel, hogyha egy kicsit az égiek velünk lesznek, akkor nem lesz probléma. Szerintem nem.
Igazából nekem tetszenek a mustok, meg úgy nagyon szépen elindultak a folyamatok itt Tokajban is. Szépek az erjedései, nagyon jól elindultak, nagyon szép illata van, gyümölcsös minden. Mondjuk sapban nincs hiány, tehát az megint egy elég savas évjáratnak bizonyul, de hát Tokajban vagyunk, furmintal foglalkozunk főleg, szóval mi szeretjük a savakat. A másik kérdésem pont a furmint lett volna, de már meg is előztél ebben, hogy milyen a furmint, de akkor térjünk rá a házlevelőre, mert az is egy nagyon fontos szőlőfajta nálatok, amit külön is palackoztok. Mi a helyzet a hárssal? Érdekes módon az egy picit hátrébb volt most, mint a furmint, tehát később kellett szüretelnünk. Amúgy mind a kettő szőlőfajtára elmondható, hogy ilyen hatalmas nagy különbségek voltak tőkén belül is érettségben. Tehát többször kellett visszamennünk egy azon területre, tehát 2-3 szüretet csináltunk mondjuk egy dűlőben, hogy tényleg csak azt a szőlőfürtöt kapkodjuk le, ami már beérett és egészséges. Mert nagyon sok olyan volt, ami már szép sárga volt, de a másik része vagy a másik oldala meg még tiszta zöld, ilyen éretlen zöld, azokat kint hagytuk, és akkor így rotáltuk az egész folyamatot, úgyhogy elég sokat szüreteltünk, de mégis úgy tűnik, mintha nem tettünk volna semmit ahhoz képest. El tudtál menni esetleg Somlóra villányba, vagy csak úgy távkapcsolatot tartasz a területekkel? Hát sajnos ez mindig ilyen távkapcsolat. Igazából most fogok majd venni, és akkor megnézni, hogy mi újság. Tehát, hogy annyi minden történik itt Tokajban, hogy elég nehéz innen elszakadni. Most, hogy esett, úgy valószínűleg lesz időm, és akkor el tudok menni a másik két borvidékre is. És egyébként milyen hírek jöttek Somlóról és Villányból? Én nagyon-nagyon jó híreket kaptam, és remélem, hogy tényleg így is van. Nagyon szép a rozénk, állítólag nagyon jól sikerült szüret. Érdekes módon Villányban nagyon kevés volt a betegség, úgyhogy kadarkát is sikerült szedni. Somlón pedig szintén ez a nyári időszak az kicsit nehézkes volt, de ugye augusztusig úgy nézett ki, hogy minden rendben, és akkor augusztusban volt ott viszonylag több csapadék, tehát több, mint mondjuk itt Tokajban, és ott a csapadék és meleg hatására ott elindult egy megint ilyen rothadási folyamat, meg újra lisztharmat fertőzéseink voltak, tehát például ott a házlevelő eléggé megszenvedte az augusztusi időt, de amit sikerült leszedni, az szép. A Toka Y-nal, ugye a fiatal borász kollégákkal biztos tartod a kapcsolatot, Máriakkal, Tokaiakkal, mi a helyzet a többieknél? Gondolom azért beszélgettek így szület közben is. Persze, mert hát ugye az egész borvidék ilyenkor szüreti lázban ég, és mindenki csak a szüretről tud beszélni a másikkal. Igazából ugyanezek a tapasztalatok, hogy egy nagyon furcsa évjárat volt igazából. Eléggé oda kellett figyelni arra, hogy tényleg egészséges szőlőt tudjunk szüretelni. Nagyon toppon kellett lenni egész nyáron, hogy a permetezéssel is tényleg a munkákat időbe elvégezni, vagy elvégeztetni. És ugyanez, hogy ilyen fura mérési potenciál volt, tehát hogy van, ami tényleg éretlen volt, a másik oldalon meg gyönyörű szép érett, úgyhogy egy ilyen érdekes évünk van eddig, úgy néz ki. A Covid helyzet talán nem okoz problémát a szőlőben, meg a nyílt területeken szüretkor sem, de mit tapasztaltok az értékesítésben, mi a helyzet ezen a területen? Ugye nekünk a legnagyobb része a termelésünknek az Magyarországon kerül gazdára, vagy a gazdához, és leginkább gasztrovonalon értékesítettünk, és főleg Budapest-centrikusan, úgyhogy ugye az értékesítési részünkben az érződik, hogy Budapesten ugye nagyon visszaesett a turizmus, és ezáltal így a vendéglátóhelyeknek a forgalma is, ezáltal a rendelési képessége is. Úgyhogy igazából mi elkezdtünk már március-április óta egy picit jobban oda koncentrálni, hogy a helyi igényeket kielégítsük. Eddig is tartottunk borkóstolókat, meg lehetett nálunk személyesen is port vásárolni, de most ezt próbáljuk egy picit fokozni, és ami eddig nem sikerült az értékesítésünkben, a gasztrovonalon, azt megpróbáljuk helyi oldalról megtámogatni. Akkor most gyakorlatilag azért a testvérednek, Petrának is vannak dolgai ezzel rendesen, meg az ő párjának, Mátének is, nem? Tehát tulajdonképpen ugyanúgy hozzátartozik ugye a borkészítés, meg a szőlőművelés, ők meg mondjuk ezen a vonalon tudnak segíteni.
Hát persze, meg rengeteget amúgy a háttérmunkában is, de ebbe baromi sokat. Tehát nekem az egy hatalmas nagy előrelépés és segítség, hogy ők ezt a részét a pincészetnek csinálják és viszik. Aszút csak azokban az évjáratokban készítetek, amikor a minőség megfelelő. Akkor ezek szerint ettől függetlenül sok nehézség ellenére azért elmondhatjuk, hogy az Aszú szempontjából 2020 nem lesz rossz év? Egyelőre úgy tűnik, hogy nem rossz. Ugye még nem szedtünk olyan sok aszú szemet, hogy ebből tényleg egy ilyen kiváló aszú készüljön. Mondjuk azt, hogy kevés aszú szem van betárolva nálunk. Még nem látom. Lehet, hogy az lesz a vége, hogy készítünk egy jobb szamorodnit, hogyha nem jön össze annyi aszú szem, amennyit szerettünk volna. De ami bent van, és ami bemenekült a pincébe, az jól néz ki, és az nagyon klassz. Amikor vége lesz a szüretnek, akkor nálatok is egy kicsit jön a befelé fordulás, a lecsendesedés időszaka, azért gondolom, hogy azt is várod. Tehát azért, mint ahogy nyilván egy évnek megvan a ciklusa, az is egy jó időszak lenne, ami most következik. Hát ugye nálunk mindig a december az, ami egy kicsit csendesebb, és így a két ünnep között szigorúan mindenki szabadságra van ítélve, tehát senki nem mehet be dolgozni. Alapból is nekem a karácsony az egyik kedvenc időszakom, és ilyenkor mindig a családdal vagyok végre, úgyhogy én azt már nagyon várom, hogy nem csak a megnyugvás, de hanem tényleg a családi béke és nyugalom. Úgyhogy igen. Hát akkor nagyon-nagyon sok szerencsét kívánok még a hátralévő időszakhoz, és az, hogy legyen meg az a mennyiség, amitől egy szép aszú készülhet 2020-ból is, mert tudom, hogy a szíved csücske azért ez, mégiscsak, és hát ehhez megfelelő nyugodt idegrendszert is, mert ez egy nem könnyű időszak biztos. Igyekszem, de nagyon szépen köszönöm. Kata, én köszönöm a beszélgetést, további sok sikert a munkátokhoz, és hát remélem találkozunk nem sokára majd személyesen, addig is minden jót kívánok. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál. Köszi, szia! Szia, Kata! Na most itt maradt ez a somlói jufark, van egy ötletem ezzel kapcsolatban, kortyincsunk bele. Somló ízei a 2017-es évjáratból. Na kérem szépen, Palancsa Laci vagyok, borvlogger, ez pedig természetesen a Dugóhúzó csatorna, ahol minden héten, pénteken 18 órakor új boros tartalom, boros videó érkezik, igyekszem mindig pontos lenni. A YouTube csatorna mellett van egy nagyon jó pofa kis csoportunk is a Facebookon, ez pedig a Borok Sztorik Emberek, így kell rákeresni, Borok Sztorik Emberek. Már több mint 1100-an vagyunk, ha nyitott vagy a boros témákra, akkor érdemes oda is csatlakozni, várunk szeretettel, és találkozzunk egy hét múlva ugyan itt. Egészségünkre!